Köszöntöm kedves nézőinket! Konyhasziget sorozatunk ezévi első adása következik. Farsang közelettével úgy gondoltuk Ildikó kolléganőmmel, hogy nem egy hagyományos fánkot fogunk elkészíteni, hanem egy képviselő fánkot, amitől általában mindenki óckodik, többek között én is. Szia Ildikó! Szia! Elmondanád-e nekem a hozzávalókat? Mi kell ehhez, illetve hogyan készül ez a tészta? Igen, egy égetett tésztát fogunk készíteni. A tésztához kell víz, vaj, liszt, egy nagyon pici só és egy nagyon kevés cukor. Tehát ezzel fogunk kezdeni, és majd a krémet azt el fogunk utána majd mondani, jó? Tehát ugye az a lényeg ennek az égetett tésztának, hogy kb. 10-szer megcsináltam, ebből 12-szer nem sikerült. És akkor most karácsonyra próbáltam ki, azt mondom, akkor megpróbálom, és most már tudom a technológiáját, megnéztem 15 videót, tényleg milliméterről milliméter ugyanúgy csináltam, hogy a videóban, és most már tudom, hogy mi a technikája. Akkor én azért nem merek hozzáfogni. Legalábbis bízom benne, hogy tehát van egy Isten, és 10 imát elmondtam az éjszaka, hogy most sikerülni fog, mert sikerülni kell. Most nincs gáztűzhelyünk, viszont egy indukciós főzőlapunk van. Így van. Amit többek között nem nagyon ismerünk, de próbálunk rajta jól. Így van, és most sütni is sem fogjuk tudni hol, hanem ugye van nekünk bent a stúdióban egy elektromos tűzhely, és ugye majd be fogjuk vinni a sütit. Így van. A sütit, vagyis hát a tésztát. Most akkor mivel fogjuk kezdünk? Hozzá, gyorsan megpróbálom beindítani. 1200 wattig, az azt mondtátok. Igen, még egyszer nyom meg. Még egyszer. És akkor itt állítom be a hőfokot, és azt mondta nekünk a kollega, hogy nem menjek nagyon magasra. Jó. Tehát 2,5 deci vizet beleöntök ebbe a lábasba. Tehát 2,5 deci víz, 25 deka vaj, 25 deka liszt. Ha csak 10 deka vajból csinálom, akkor 1 deci víz, 10 deka liszt. Tehát ezt ilyen arányban kell. Úgyhogy én ezt bele is teszem egy az egybe. Én 15 dekából csináltam legutóbb, tehát 15 deka vaj, 1,5 deci víz, 15 deka lisztből csináltam legutóbb karácsonyra, nem viccelek, ekkorák lettek, nem tudom, hogy megmutatni, ekkorák lettek a képviselőfánkjaim, és ebből lett 13 darab. Tehát a reggeli ebéd vacsora megvolt, úgyhogy most egy nagyon picit kisebbre fogjuk majd kiadagolni a tepsire, és akkor ha olvadjon. Azt beadok egy papírtörlőt a kis kezednek. Köszi. Így megcsinálom. Köszönöm. Jó, én egy picit följebb veszem, mert még most ilyenkor, de majd persze, hogyha a liszt bele fog kerülni, akkor tök jó az indukciós. Csak ennek ugye az a hátránya, vagy a következménye, hogy csak olyan edényt tud rátenni, ami megfelel neki. Szépen olvad el benne a vaj. Teszünk bele egy nagyon pici sót, mert ugye sót mindenbe teszünk. Hát még a piskótába is tényleg nem kell sok, csak egy csipettel. A cukrod, mert ebben a tésztában egyébként nincs cukor, mert fölösleges, mert igen. A rengeteg vaníliakrém meg tejszínhab az úgyis meg fogja édesíteni, de cukrot csak azért teszünk bele, mert attól lesz ilyen aranybarna majd a, nem lesz ilyen fagó a fánk. Úgyhogy hát ez mennyi egy ilyen tőteáskanál, így van. De még lehet, hogy azt se teszem bele mindent, mert nagyon kicsi kell. Úgyhogy most gyorsan megvágyjuk, míg felfor, és akkor ide pedig kimérjünk 25 deka lisztet. Letárazzuk. Igen, és akkor 25 deka liszt. Jó, ez pontosan 25 deka. Szépen olvad felfele a vajunk. Még egy picit még mindig magasabbra veszem, majd visszahűtöm utána. Amikor elkezd így felhabosodni, amikor elkezd fűni, akkor fogom beletenni a lisztet, és ugye a 25 deka lisztet pillanatok alatt fel fogja kapni ez a mennyiség, és akkor egy ilyen gombóc lesz belőle, de addig kell forgatni, míg teljesen össze nem áll a tészta. Sőt, egy videóban azt láttam, hogy az sem baj, hogyha egy nagyon picit, hogyha lekap az aljára, azzal még semmi baj nincs, mert az nem megéget, hanem hogy ez egy égetett tészta, benne van a nevében is.
úgyhogy nincs az a semmi baj. Amint látom, hogy már egy gombócban van az egész, akkor már biztos, hogy jó, hogyha elválik az edénynek a falától. Csak gyorsan kell dolgozni, de majd amikor a tojásokat adagoljuk hozzá, akkor kell megnézni az állagot, el kell találni azt az állagot. Most nem tudom pontosan, hogy ebbe 5-6 tojás bele fog-e menni, 5 biztos, hogy bele fog menni, de szerintem még a 6. is. És akkor majd abból fogom látni, hogy a ilyen sűrű... És az egész tojás, vagy csak a sárgája? Egész tojás, itt egész tojás. Mm. Csak majd ki kell hűteni egy picit a tésztát, hogy összenek kapja a test, és egyenként ki kell majd beleverni. Kéne csapódjon benne. Igen, igen, mert tehát akkor dobás már pedig. Nem azt mondom, hogy ez nem egy drága sütemény, csak hát a vaj nem egy olcsó dolog, de írták, hogy lehet zsírból, szerintem a zsírba még bíznék, a házi zsírba, de írták, hogy lehet margarinból, én abban nem próbálni, nem próbálnám meg. Szerintem az nem, az vizes, meg nő, át, szóval nem, nem. Jó, most mindjárt elolvad, és akkor most egy kicsit lejjebb is fogjuk most már venni. Azért. Egyébként más süteményeknél is előnyben részesítem a margarin helyett a vajat. Krémbe is finomabb. Sokkal, meg a tésztáját egyébként a puhább a vajtól. A margarintól nekem olyan keményebb, szárazabb, így van. Nagyon szeretem a vajat, olyan süteménybe is, ha csak egy mor van rá, akkor én vajat teszek. Jó, most akkor egy picit lejjebb veszem, most bele fogom tenni a lisztet. Határozottan. Én nagyon határozott vagyok csak. Na, ez hamar megérzi, hogy lejjebb vettem vajon? Nem mondom, hogy vedd le. Mert... Nem veszem le, de már látom, hogy lejjebb is ment. Igen. Gyorsan beletesszük a lisztet, és akkor határozott mozdulatokkal elkezdem kavarni. Már nagyon hamar behúzza, tehát ez a folyadék mennyiség nagyon-nagyon-nagyon kevés, ugye ez a 25 deka liszthez. Tehát már össze is állt. De még látod, még mindig ilyen lágy, tehát addig kell, míg még jobban össze nem áll egy ilyen gombóccá az egész. Hoppá! Kicsit csúszik rajta aztán. Hát ez egy tipikus vajas égetett tészta. Az eklerfánkot ebből készítik. A felhősütemény, még ezt nem kóstoltam a felhőtésztet, még azt nem kóstoltam, csak még nem csináltam. Annak is ez a alaptésztája. Picit én még hagyom, minél jobban váljon el az edény falától. És ezt majd mindjárt bele fogjuk tenni abba a kis üvegtálba, igen, mert tényleg ki kell hűteni. Uh-huh. Emeljünk a hőfokon esetleg? Pont azt nézem, hogy egy picit emelek. Azt nézem, hogyha már picit kezd sülni az alján lefele, az már jó. Rengeteg videót megnéztem egyébként, tehát én komolyan mondom, mert annyira imádom a képviselőfánkot, és rengeteg videót megnéztem, és akkor volt, ha már most már egyre jobban elválik, és volt egy mesterszakács srác, és akkor tényleg az a józan paraszti ésszel elmondta, és szinte mutatta, hogy most na, már itt már így lekapta, akkor már jó, annyira könnyű volt, és az alapján csináltam. És most már egyre jobb ez is. Igen, látod, hogy már még... De én még mindig nem fogom lekapcsolni. Uh-huh. Hát nem tudom, mióta kacsingatok, de nem mertem még hozzám fogni. Az arányokat az nagyon tartani kell, tehát a 25 deka, az muszáj. Szépen pirul lefele. És látod, ott az alja már le is megy. Az illatán is érzik. Igen, le is pirul, semmi baj nem lesz. Tehát nem fog ilyen barnára pirítani, meg semmilyen nincs, csak ezért égetett. És szerintem még egy nagyon picit, és egy nagy szerintem gombóc. Szerintem is. Hallod az alján, hogy sercek, tehát ez már biztos, hogy jó. Na még egy nagyon picit, és egybe is van. Érdemes nagyon jó minőségű, tehát ne ilyen alumínium serpenyőbe csináljuk, mert ez nagyon jó minőségű ez a lábas. Na, itt is vagyok, ezt most ide kiveszem, és akkor megpróbálom ebbe így beletenni. Ugye?
hogy akarom mutatni, hogy közben látszódjon is a kamerába, csak ugye nehéz is a lábas, meg kicsit bénázok is. Segítenék, de nem tudok, nem akarok közé nyúlni. Na, lett egy ilyen nagy masszánk. És ami azt jelenti, teljesen kijött a lábasból. Hát szinte teljesen. Nem igen. Nagyon kellett... Hoppá! Hát ebből még van egy fél gombóc, vagy egy fél képviselőfám. Ilyen piciket fogunk csinálni, ezt ide elteszem addig. Nincsenek ott semmi baja. És akkor most megpróbálok az csak annyira kavarni, hogy minél hamarabb kihűljön, mert ugye a tojásokat, mint ahogy az előbb te is mondtad, hogy ne csapódjon ki. Ne csapódjon ki. Kellőképpen kihűlt a égetett tésztánk. Így van, kavartuk. És akkor most jön bele a tojás. Az egész tojások, és egyenként fogjuk belerakni. Uh-huh. Milyen szépen össze van így állva. Hát öt biztos, hogy bele fog menni szerintem, tehát az, de mondom, egyenként és fogjuk. És azt, mikor egyenként beleütöd, akkor gyorsan össze kell keverni. Így van, azért van itt az a robotgép. Uh-huh. Hogy akkor már nyomjuk is, és akkor csináljuk úgy, Marci, hogy én kavarom, és én amikor szólok, te meg szólok, akkor ütöd a tojást. Oké, rendben. Jó, és akkor szerintem ezzel már biztos, hogy elég lesz. Akkor 7 tojás ment bele, 8? 2, 4, 6, 8, igen. 8, igen. Hoppá. Jó, ezt én most nem bénázok tovább. De innen már látszik, hogy ez most már nem az a morzsalékos tészta. Mindjárt letakarítjuk itt az asztalt, mert ez nagyon... Gáz. Nagyon gáz, és akkor finoman szóltunk. És akkor mindjárt még itt összekavarom. Jó, hát otthon ezt úgy tudod csinálni fogjuk, és akkor az ujjunkkal lehúzzuk, és most mindenki meg fog nekem bocsájtani, mert hát... Szerintem otthon se fogja figyelj mindenki csipeszteleszedni. Nyomjuk ki belőle a... Akkor és könnyebb, nem, csak hogy el ne induljon, ja, mondjuk, mert igen. Áram alatt van, és nem szeretném, ha a kis kezedet mondjuk oda ezzel még van sípni. Egy fél. Van itt van. Mindenhol. Van ott mindenhol. Hát bocsánat, hogy egy kicsit... Jó. Nos, akkor 8 tojással igen. Sikerült egy olyan általad ez mondott galuska, igen. Sűrű galuska tésztának. Ha egy kicsit belekavasz, akkor érzem, mert te ki akarod most próbálni a igen. Végén. Igen, tehát hogy nézzem már meg, hogy látod, nagyjább... hogy egy sűrű galuska tészta. Igen, ez tényleg ezt az. Most ki fogjuk golyózni, ez nem fog így szétlapulni a tepsiben. Uh-huh. De mondom, nem kell ennyit csinálni 4 fős családnak, csak mi most leszünk ki erre 10-valahányan, tehát uh-huh. Jó. Ide hozom a tepsit. Várjál, hozom Ildikó. Ez 2 tepsire fog menni egyébként szerintem. Azért is készítettünk ide be 2-t. És akkor, na most úgy kellene ügyeskedni, Marci, hogy egy habzsák a tied. Ó, drága jó Istenem, nem mondod komolyan. Egy habzsák az enyém. Megtöltjük. Egy tepsi a tied, egy tepsi az enyém. Hm? Hagytad volna meg nekem otthonra kipróbálni? Nem, hát aztán semmi, csak megtöltjük. Nem egy egyszerű. Nem, azért feladat. Ilyenkor mondom, hogy a cukrászokat vele le a kalappal. Igen, nagyon rakacsos a tészta egyébként, tehát nem egyszerű vele így dolgozni. Hát most... Hát belekanalazni meg főleg nem. Éppen kis kanállal is szaggathatnám, de akkor kis csúnyák lesznek. Na, én már tőled tanulva lejjebb megyek. Igen. Kicsit. És teszem lejjebb. Egyébként ez nem egyszer használatos, majd ezt fogom otthon. Kifordítod, kimosod? Kifordítom. Bele a mosogatógépbe simán. És elmossa, hogy is veszed bele. Hát jó, Marci, tudod mit? Kínlódok itt. És hogyha így megfognád most nekem. Jó. És de most segítek én is neked teletenni. Így. Ja, így. Így, hogy a két ujjal így valahogy így szét, hogy tudjak még beletenni. Ez az. Jó, nem is teszek bele többet, mert csináljuk a tiédet is, jó? Ott teszünk a tiédbe is. Hát ez nem az a nyalakodós tészta, megkóstolom amit kóstoljad, de ennek semmi íze nincs. Hát persze, liszt.
Tojás, vaj, igen. Ennyi. Víz. Igen. Ennek így semmi. Na, nézzük a te zacskódat. Nem fog belemenni. Aha. Jaj, a technika! Látszik, hogy nem először. Hát azért... Nem akarnám már az égig emelni, de akkor marad ez a verzió, igen, hogy tartom. Mert nagyobb szájának kell lenni, mert nem tudok kicsit kiemelni belőle. Igen, ez nyom le a pont ez a tészta az, ami egyáltalán nem akar ki az Isten igazát. Hát lehet, hogy a kanállal raktuk volna könnyebb, mert volna, nem? Tessék? Kanállal raktuk volna, nem lehet, hogy könnyebb lett volna. Nézzük a kanállal. Nem is tudom. Hát mondjuk egy kicsit jobban belefér. Jó, hát ez ilyen maszakos. Jó, hát aztán most ez ilyen. Hát most nem, ha egyszer finomat akarunk enni, akkor szenvedjünk meg érte. Jó. Azért azt sem fogjuk az edény falán hagyni. Biztos, hogy nem. Hát ez ha más nem, akkor kanállal. Így van. Semmit nem hagyunk. Hát ebben még pontosan körülbelül egy fánknyi tészta maradt itt. Mert ilyen kis diónacsáókat fogunk majd beletenni. Hát, ne, 32 is szép bele, akkor beleteszem az enyémbe, jó? Jó. Sikerült? Igen. Oké. Okay. Jó. És most én ezzel soha nem voltam egyébként barátságban. Mindjárt megmutatom, nem... Jó, de nekem is voltak olyan képviselőfánok, hogy így jártak a végén, tehát... Malackodós. De persze neked kevesebb van, mint nekem, de nekem már jön a végén a zen. Ja, tényleg? Gyakorolj vagy. Kedves vagyok, mondták már. Na. Akkor. Nem kell ilyen izéket, tehát az azzal nem kell, hanem... És lesz egy ilyen kis izé, és akkor ennyi. És akkor lehetőleg minél távolabb egymástól, mert... Ez kicsi kellett? Nem, jó az. Az olyan kis cuki, lesz ilyen kis csúcsa, olyan kis gusztát lesznek majd. Jaj, enyém nagyon elment. Én azért egy kicsit így már jobban meg. Eldől. Ráérzel azt, nem baj. Nem nagyon érzek még rá, de jó van, megpróbálom. Most azon nézem, hogy lehet, hogy lesz ez három tepsi is, de kicsit nagy lett az adag. Ennyire közel nem kellett volna? Majd szétszedjük, Marci, ne foglalkozni. Össze. Inkább, egyébként inkább ez felfele terjed, persze szélességre is fog, de... Hát figyelj, azt hiszem, hogy mindenkinek fog jutni. Jaj. Én lehet, hogy már nagyon mindjárt nem ismerek többet tenni bele ebbe a tepsibe. Én azért nyomok oda egy ilyen félköríves valamit, hogy majd meglátjuk, mekkora lesz. Igen, most már kicsit lehet, hogy én is sűrűbben tettem, mint kellett volna. Azok szép nagyok lesznek, jó? De... Jó, hát sok tésztát csinálunk, hát szeretjük a képviselőfánkot. És még maradt is ki, tehát azért még egy harmadik tepsi, hát egy kicsit eldőltek a tetejei, de majd... Nem baj. Kíváncsi leszek egyébként. És akkor most egy gyorsan félre rakjuk. Aja. És akkor... És akkor ezt elvisszük sülni. Ezt elvisszük sülni. Tehát 200 fokra vettem fel a sütőt. Nagyon magas hőfokon kell kezdeni sülni, és körülbelül egy 20 percig biztos, hogy így. Nem nyitom ki az ajtót, nem foglalkozok semmivel, meg fognak nőni, de látjuk azt, hogy... Tehát lehet, hogy neki 25 perc is most ez a magasságtól, és szerintem egy ilyen 20 perc, de fogjuk látni, és utána fogom, leveszem 170 fokra, 175 fokra a sütőt, és még úgyis egy 20-25 perc, mert akkor már csak szárad. Mert ha kinyitjuk hamarabb, hiába látjuk azt, hogy szép, meg van nőni, kész összeesett. Tehát kell neki a 45-50 perc, mire meg nem kell félni, mert én is néztem a sütőben, amikor otthon csináltam, hogy úristen, megég a teteje, meg semmi, nem. Lehet, hogy a kis hegyeim majd látszik, egy nagyon picit, de nem ég meg. Értem.
úgyhogy megyünk és tesszük a sütőbe. Jó. A tésztánk sül. Így van. Most majd nem sokára be fogunk menni, mert ugye most 200 fokon sül, kb. 20-25 perc után nem nyitjuk ki, csak egyszerűen leveszük 175 fokra. Tehát már úgy néz ki, mintha megsülne, de nem, nincs megsülve. Jó, és akkor most elkészítjük a krémet. 3 csomag pudingbort. Vaníliás pudingbort. És most úgy fogjuk csinálni, hogy nem keverem ide bele a cukrot, tehát nem a cukorra fogom felfőzni a pudingbort, mert akkor nagyon hamar lekapja a cukor miatt, hanem majd, amikor a tojásfehérjét felverjük, azt a cukorra fogjuk felverni, és akkor majd úgy fog bekerülni a végébe. Így. Ez 3 csomag pudingbor. És Marci, mérje már ki nekem léci egy olyan 3 deci vizet. Ez hogy működik? Bekapcsoljuk. Tedd be nyugodtan a poharat most. Úgy betárazzuk, most van nullán, és akkor 3 deci víz. Hogy pontosak legyünk. Hogy pontosak legyünk, igen. Nem nagyon szoktam mérecskélni, de ezt valahogy úgy kimérem. Összesen 9 deci vizet fogunk egyébként használni. Jaj, jó, kicsit sok lett. Majd a másik. Jó, most szerintem fél deci nem fog múlni. És akkor ezt szépen kikavarjuk vele. És vízzel, igen, most mindegy azt hiszem, hogy majd tejbe fogjuk főzni, nem vízbe fogjuk főzni. És akkor csak csomómentes legyen. És egy 5-10 perc maximum ebben a 3 decibe fogjuk most így állni hagyni. Ezt a pudingos részt. Ez csak most így ennyi. Egyébként lehet úgy is, hogy most megfőzzük a cukrot benne, tehát úgy is meg lehet csinálni. Csak akkor, tehát a tojásfehér, mikor fölvered cukorral, akkor olyan krémesebb, sejmesebb, lágyabb lesz az egész, nem fog úgy törni, amikor beleteszed. Most simán fölverem a tojásfehérjét, akkor is meg lehet csinálni, csak ha nincs benne cukor, csak akkor nehezebb beleforgatni. Igen, mert meg utána, keményebb a puding. Meg utána meg ezt a tojásfehérjével az egészet még föl fogom tenni egy picit, hogy átpötyögjön, hogy ne legyen nyers benne a tojásfehérje. Értem. Tehát azért kell. Úgyhogy most 3 deci van benne, és egy 5 perc múlva fogjuk, beletesszük még a 6 deci vizet, és egy 5 percet állni hagyjuk, és utána elkezdjük ezt főzni, és értem. Akkor egy ilyen karamellszerű folyós valami lesz belőle, tehát még akkor nem. Nem lesz annyira kemény, mint egyébként, ha cukorral összefőzöd a pudingport. Így van, meg valahogy a víz ilyen, mondom, ilyen karamellszerű állaggá teszi, tehát olyan jól néz ki. Jó, ezt egy 5 percig így hagyjuk, és akkor utána megteszünk mellé még 6 deci vizet. Okay. Összesen lesz 9. Pedig elpakoljuk. Én meg közben megnézem, mert már kopogtak, hogy körülbelül lejárt az idő. Megyek, megnézem a süteményt. Rendben. 5 percet pihent. Így van, 5 percet pihent, és most beleteszünk. Én közben megint kimértem. Ez 3 megint 3 deci. Így. Jó, és akkor megint 3 deci. Várja. Így. Rátesszük. Lenullázzuk, és megint 3 deci. Nem egy kicsit kevesebb. Másikban még van. Egyébként ahhoz kevesebbet öntöttem a másodikhoz, mivel azelőtt túlmértem. Jaj. Jó az. 2-vel. Jó, ez egy pár perc, mert most már a süteményt, egyébként meg a kis fánkocskákat levettük 175 fokra, úgyhogy most már csak száradnak. Már most úgy néz ki, egyébként meg lenne sülve, így mert van. Barna, meg megduzzal, ilyen kis csinik lesznek, de nem jó még. Száradni kell. Száradni kell neki, igen. De a sütőt én még most sem nyitottam ki. Tehát olvastam olyat, hogy akkor kicsit kijebb lehet nyitni a sütőt, és akkor nyitva hagyni. Én azt nem mertem. Inkább azt a verziót választottam, hogy lejjebb a hőfokot. Na, egy pár perc, és akkor ezt fel is főzzük. Addig én azt akartam, hogy a tojásfehérjét fel kellene verni, mert ez egyébként nagyon hamar fel fog főni, meg hamar megfog. Úgyhogy a tojásfehérjét, azt hiszem 7 maradt, 7 darab tojás maradt. Hát itt egy kis pazarlás lesz, mert most a sárgáját már nem tudjuk felhasználni. Van, aki egyébként abból csinálja a krémet, én ebből szeretem, vagy ebből szoktam. Úgyhogy erre a mérlegre 2, 4, szükségünk 6, 8, van még? Ja, 10.
10, mehet bele. Mérlegre? Nem. Hát csak azért, mert nem. Akkor kell egyedény, amiben a sárgáját külön rakom. Szerintem már mondjuk a pohárba is rakhatod a sárgáját, de egyébként abba is rakhatod, ha arra gondoltál. Mert már nem kell, majd hozunk be egyedényt, amikor a... De a krém meg ebben lesz úgy is. Uh-huh. Jó, ezt most akkor félre rakom. Ez meg a tojásfehérje, majd kell, amelyikben a tejszínhabot fogjuk verni. Így van. Nyugodtan nyomjál bele 7-8 tojás fehérjét. Hát én szerintem letelt az 5 perc. Így játszom. Közel, keveset kell úgyis, hogy bekapcsolom. Nem tudom, mit csináltam. Jó, és akkor most ezt fel megfőzzük. Egyébként most azon gondolkoztam, hogy itt van ez egy annyira jó minőségű lávas, hogy lehet, hogy belemerem tenni én a legfeljebb a fele, cukrot fele, másik fele meg oda megy, tök mindegy egyébként. Hát tojássárgájával meg. Aki akar még szalagos pánkos sütni, meg úgyis csak tojássárgája kell. Várjál, mert most nem tudom, fonalat vesztettem, hányat ütöttem fel. 1, 2, 3, 4-et. 4-et. Jó, ez 8 tojásfehérje. 8. És akkor ugye elkezdjük felverni, és akkor ilyen amikor felhabosodott a tojásfehérje, én akkor szoktam hozzáadni egyébként a cukrot. Nos, megfőtt a pudingunk. Így van, vízbe. Vízbe. És nem tudom, megpróbálom mutatni a kamerának, hogy egy kicsit, hogy mondtad, milyen szót? Opálos. Opálos, igen. Gyarán. Jó, Marci, föl... Kisült közben az egy tepsink, igen. Az első tepsink. Milyen hát... kis parti fánkokat csináltunk egyébként, nem ezt a nagy falós, de akkor háromszor akkor a kis gombócot kell rakni a tepsibe, és akkor nyilván nagyobb így van, lesz. Akkor nagyobbak lesznek. Egy diónyiból körülbelül így. Na most akkor gyorsan felmerjük a tojásfehérjét. Így van. A porcukorral, ugye? Igen. Először csak úgy én felszoktam habosítani, és utána teszem. Én nem. Tele? Akkor nem. Jó. Nem. Hadd haladjon. Hadd haladjon, így van. És utána már töltjük. Így van. Össze szoktam így egy kicsit, hogy ne verjem ki a fehérjével. Igen, és még most nyers lesz a fehérje, tehát visz bele fogjuk ebbe önteni. Így van. Eleinte még össze-vissza szoktam, még összeszedi a cukrot, utána csak mindig egy fele kutyulom. Igen? Igen. Elméletileg úgy kellene, hogy egy fele, mert akkor nem esik össze. De jó. Ez mennyire kell keményre amúgy? Teljes majd keménységűre? Hát az a nagyon kemény nem lett, de ilyen krémes lesz most, de igen. Nyilván meg porcukorral igen, van. Igen. De amúgy, hogyha most nem a porcukot most ebbe tettük volna, és ezzel főzünk fel, akkor az teljesen keményre, úgy, ahogy kell. Uh-huh. Hát ezt ember, ez már nem kell. Jó. Sőt, addig tejszínhabot. És azt mondtad, hogy te ebben nem szoktál, hát mondjuk ki, nem a reklám helye, de a hullalához te nem szoktál. A hullalához, ilyen mesterhabokhoz nem, de te azt mondod, hogy tegyünk. Nem, én nem mondtam, csak én hoztam hozzá habfixálót a biztonság kedvéért, de te hát azt mondtad, akkor... hogy nem szoktál. Figyelj, ne most égjünk le, hogyha esetleg nem sikerült, inkább beletesszük. Közben ezt én visszateszem, kezdem el melegíteni, mert lassan bele fogjuk azt is tenni. Én szerintem megvagyunk. Jó. Jaj, de jó, egy kis csend.
Hát pedig mindjárt még a tejszínhabot lesz. Szerintem önthetett bele Marcsi, mert ugye ennek még meg kell kicsit főni vele, ne nyers tojásfehérjét. És betudod, persze. Én tartom. Közben próbálom, hogy a szegény gyuszi ne takarjam ki, amit látnia kell, hogy hát jó. Kb. Igen. Jó. És most csak annyira kell, hogy a tojásfehérjek nem sok. Lejjebb veszem, mert ez egy magas lesz. Így. Hát itt már kicsit gyorsan kell dolgozni. Igen. Ugye itt már azért már nem, azt tudjuk, hogy ilyenkor már nem úgy törik a hab, mikor porcukorral van fölverve, viszont muszáj, hogy megfőjön a tojásfehérje is, és majd el ilyen pukkanni a nagyokatól, de már látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon habszerű. Rengeteg krémet csináltunk, hát egy kicsit lehet, hogy igen, mert nagy volt a tészta mennyiség is, de most nyilván csak ezeket fogjuk megtölteni, ez a krém el fog fogyni, mert kint még sülnek a fánkok, hogy mindenkinek jusson, úgyhogy el fog ez fogyni. És az tulajdonképpen ugyanaz, mint a krémesnek a... Ez a krémesnek a krémje, így van. Hallottad? Igen. Jó, akkor azt a találtát, amit ne elvegy, azt a papírtalát tegyük, azt, amit ott van. Tegyünk alá egyet, ne legyünk. Ez legyen a biztos, hogy jó, hogy odaégessük. Én egy kicsit ezt elkezdem hűteni, Marcsit. Én meg tudom, mit csinálok akkor, amíg fölvered a habot? Megskalpolom őket, jó? A kettő habfixálót akkor beletegyem, Ildikó? Figyelj, Marcsi, ne égjünk be itt a műsorba. Jó, akkor tegyük be. Azon nem múlik, elrontani nem fogja. Semmit nem fog rajta rontani. Ez a pula le, ez cukrozott. Kicsit azért kóstoljuk már meg, hogy, de szerintem elég lesz, mert az is édes, minden édes. Hoztunk be kést, ha minden igaz. Így van. És még itt kölcsön veszem, mert... Na, remélem nem fogok senkit összecsapkodni. Persze, majd magamat legfeljebb. Jaj. Egyébként azt szoktam mondani, hogy amikor már így tudsz vele labdázni, mert egyik hadkönnyűek, tehát ez már rég összeesett volna, hogyha nem jó. Tehát mikor már így kopog meg minden, akkor már jó. Kalapozzuk őket, így. Jaj, letakarítom először a... Jó. Amit kivertem habot ide. Én megint megpróbálkozok a lehetetlennel. Kannalakat elvittük, de jó, megint. Itt jó, ott van? Na, szuper. Akkor én elkezdtem tölteni, jó? Jó. Annyira szép a hab, komolyan mondom. Annyira hab a hab. Úgy kanállal tudnál menni. Ezt és az egészet. És így, hogy nem ízéből van, nem teljes, szerintem nem is olyan gely az egész. Csak hozzáteszem, hogy veszélyességi pótlékot kérem, olyan forró, hogy... Kis kezed odaig. Igen, nem baj. Ugye ennek még ki kell hűlni. Hát igen, de akkor meg már nem tudsz vele dolgozni, amikor már meghűl. Mert vágható lesz. Így van. Igen. Tehát ezt most... Jó, még lehet, hogy most egy pár percet tudtunk volna várni, de én nem bírok. Kész. De én már tudod, minek örülök.
hogy maga a fánkosz. Kicsit kavagy már rajta, Mácsi, hát ha hűlt egy picit, mert annyira forró. Hát nyilván, igen, meg mondjuk ez az edény is olyan, hogy dupla vagy tripla falu alulról, és nehezen hűl. És azért is tudjuk melegen is csinálni, látod, nem is folyik, ki, nem folyik le róla a hab. Ja, kifogytam. Azt, hogyha valaki úgy szeretne, hogy még több krémet tesz rá, én szerintem elég, mert egyébként maga az üregébe is töltöttünk. Igen. Úgyhogy az lesz, sincs gond. Szerintem ez már is elég lesz erre az adagra. Hogy látod? Elég lát. Most nem muszáj egyszerre, várj egy picit, mondom, a kis kezed hűl. Már most mindegy. Teljesen mindegy. Úgyis égetem magam időnként. Aj, jaj. Elborult, nem számít. Jó. Még ezt a maradékot, amelyiknek úgy látom, hogy kicsit kevesebb. Teljesen okay. Jó. Jó, hát, le nem folyt. Oké, akkor ezt is félre rakom, majd elmosogatjuk. És akkor volt még egy tesakunk, ebben meg a tejszínhabot. Jaj, de csodálatos. Jövök egy fakanállal, mert már a kanálból kifogytunk. Így sikerül? Igen, jól fogom? Hát... De most otthon is meg tudjuk oldani, mikor egyedül vagyunk, most meg igen. Figyelj, a hab az kemény. Jó. És most már a tejszínhabra. Jaj! Jó, majd lenyomódik. Igen, mert egyik a másikat nyomja. Igen, meg szerintem egy keményebb is a hab. Igen. Na hát, nehogy már ezen... Várj egy picit. Mácsi. Próbálnám neked megtartani magát a fánkot. Vagy csináljam így. Uh-huh. Úgy bizony. Úgy, kicsit belenyomom a krémbe. Igen. És akkor így. Csak van, amelyik billeg. Hát igen, mert ilyen kis amorfak egyemek, de olyan cukik. Olyan kis guszták, hogy ilyen kis falatok. Persze, hogyha most... Otthonra magunknak csináljuk, akkor lehet nagy öklömjéket is. Hát. Úgy tök jó, belenyomod a krémbe, és igen, akkor és akkor úgy kiemelődik. És jönnek a kalapok. Ez egy kicsit érdekes volt. Nem baj. És akkor tálalhatunk is mindjárt. Biztos, ami biztos alapon. Tehát megtörlünk. Nem tudom, hogy melyiknek, melyik volt a kalapja, de annyira szerintem tök mindegy. Szerintem az teljesen lényegtelen. Eddig jól néz ki, mutassatok meg. Igen. Jaj, ez valahogy nem fogjuk tálalni, ezt majd itt mindjárt csak úgy bekapjuk. Szerintem ő sem a szépségéről híres, inkább a finomságáról. Na, és akkor? És jövök egy kis. És egy kis focukor. Ezt elvesszük innen. Igen, már rondítja a képet, csúfítja látványt. És akkor majd, ha kijönne a szóróból, akkor nagyon jó lenne. De ez van. Szóval, és tettel. Ennyi.
Én azt mondom, olyan bonyolultnak látszik meg, jaj, pepes, meg még egy tál, meg most ebbe a hangost, abba felverem a tojásfehérjét, most abba a krémet. Tehát így igen, de amikor egy rááll a kezem, 200-300 embernek, meg tudja, hogy akkor most melyik sorrendel kezdje, akkor pikpak megy. Tehát nincs vele gond. Nos, akkor... Hát egy kicsit összemaszatoltunk itt mindent. Sikerült. Szóval nem maradtam a másik tepsink még amúgy bent van. Még bent van egy tepsi, így van. Már valószínűleg nem fogunk megmutatni kamerán keresztül, hogy az hogy sikerült, nyilván nem rosszabb, mint egy tésztából mert van. Így van. De nem bonyolult, viszont én eddig óckodtam tőle, most már nem. Hozzámenni fogok? Most már igen. Leszek. Tehát így még, tehát anyukám megcsinálta, de soha nem állok ott mellette, hogy ő hogy csinálja, mindig csak a készre megyek oda. A lényeg az arányokon van, hogy amikor a víz, meg a vaj, meg a lisztnek az aránya az pontos legyen, akkor a sütésnél van a lényeg. A 200 fok 20 percig, és utána még 20 percig 175 fokon. Igen, így gyakorlatilag ennyi, és nem nyitogatjuk a sütőajtót. Ennyi. Nos, kedves nézőink, hát Farsang tiszteletére képviselőfánkot sütöttünk Ildikóval, illetve nagyobb részét Ildikó sütötte, ő volt az oroszlán része a folyamatnak, ő vitte végig. Hát most már azt merem mondani, hogy próbálják meg önök is. Szerintem nagyon egyszerű elkészíteni, és ahogy Ildikó mondta, az arányokra és a sütési hőfokra kell odafigyelni. Köszönöm szépen a figyelmüket, neked is köszönöm, Ildikó, újfent. Viszontlátásra! Viszlát!